Köszöntöm a megyei tükörnézőit. Csökkent a hátrányunk. Jász-Nagykun Szolnok megyét az országos középmezőnyben tartják számon, ha a munkanélküliség arányát illetően. Az elmúlt évek kedvező tendenciáiról volt első közszó a megyei közgyűlés ülésén, melyen a Tisza-tó fokozott eliszaposodásáról, annak idegenforgalomra gyakorolt hatásairól is beszámolót hallhattak a képviselők. Megvetettük a lábunkat az országos középmezőnyben, kezdte tájékoztatóját a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője. Valamennyi járásban javult a helyzet, azaz szinte mindenütt növekedett a foglalkoztatottak száma 2017-hez képest. Ez jelenleg 66,1%, jelentősen elmarad az országos átlagtól, ugyanakkor, hogyha saját magunkhoz viszonyítjuk, akkor jól látszik, hogy ebben is jelentős fejlődés volt, hiszen 2010-ben ugyanez a mutató 52,7% volt, tehát több mint 10%-ot sikerült a megyének hoznia. Mélyebb kitekintésben ennél is kedvezőbb a foglalkoztatási ráta, mely 2010-ről 2018-ra 14%-kal emelkedett. Természetszerű, hogy ez a nagykorú lakosságra és a munkaképes korú lakosságra vonatkozik, azonban ez egy olyan mértékű javulás, amely az előző évek munkáját és eredményeit mutatja és igazolja. Továbbra is a szakképzetlenek és alacsony képzettségűek találnak legnehezebben állást, főleg a jászapáti és kunhegyesi járásban magas a számuk. Térségünk munkaerőpiaci tendenciáinak elemzése mellett a megye természetvédelmi helyzetéről is beszámolót hallhattak a képviselők. A közgyűlésre terjesztett anyagban foglaltakon túl felmerült a főleg idegenforgalmi szakembereket aggasztó jelenség, a Tisza-tó fokozott eliszaposodása. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság munkatársa megerősítette a laikusok által is észlelt tendenciát. A 70-es, 80-as évekhez képesti állapotok gyökeresen megváltoztak, és ez már egyre kevésbé kedvez a korábbi céloknak, mind turisztikai, mind pedig természetvédelmi és vízügyi szempontokból is. A Tisza-tó egyfajta iszapcsapdaként is működik, mondta a tájegység vezető. Számolni kell azzal, hogy a természetes folyamat nem állítható meg, csupán lassítható. Ehhez viszont óriási anyagi ráfordítás kellene, mint ahogyan arra is, hogy a külföldről érkező szemét időben és szakszerűen legyen eltávolítva a megye legkiemeltebb turisztikai értékét jelentő Tisza-tó vízfelületéről. Kiemelkedően teljesített az idei nyári turisztikai szezonban a Tisza-tó, egyebek mellett a vízi, a horgász és a kerékpáros turizmus számít húzóágazatnak, viszont emellett a vendég éjszakák száma is közel duplájára nőtt. Az idei nyár volt az első, amikor egyértelműen látszott, hogy már nem csak a külföldi, hanem a hazai nyaralók többsége is a magas minőségű prémium szolgáltatásokat keresi elsősorban. Az idei nyári turisztikai szezonban a Tisza-tavon az egyik húzóágazatnak számított a horgászat. A Tisza-tavi Sporthorgász Kft. Évek óta a család, illetve horgászbarát víz megteremtéséért dolgozik, amely a turizmus mellett a helyi vállalkozások, valamint a gazdaság növekedésére is pozitív hatással van. A kiemelkedő fogási eredmények hatása a horgásznapok számán is jól látszik, amely idén meghaladta a 100 000-et. Becslések szerint a horgászat kapcsán mintegy 3-4 milliárd forint járó hozzá multiplikátor hatásával a tisza-tavi gazdasághoz. Ehhez képest a társaságunk bevétele, bruttó bevétele mintegy 250-270 millió forint. Mivel nem is az az elsődleges, hogy a társaság legyen jó anyagi helyzetben, hanem az, hogy a tevékenységével elősegítse a horgászathoz kötődő vállalkozások tevékenységek működését. A Tisza tavat és környezetét mintegy 13 hónapja egy kormánydöntés értelmében az országban negyedikként minősítették kiemelt turisztikai régióvá. A döntéssel lehetővé vált, hogy az uniós források mellett jelentős mennyiségű kormányzati támogatás is érkezzen a térségbe, amely a turizmus mellett a gazdaság erősödését is magával hozza. A fejlesztési tervek között a többi között egy hamarosan Kiskörén megépülő raftingpálya, valamint egy országos lakóhajóközpont kialakításának projektje is szerepel. A legfontosabb pillanatilag az, hogy ez a forrás meg is érkezzen, az elkészült tervek alapján a felhasználása megkezdődhessen. Több olyan fejlesztés fog megvalósulni ezen források terhére,
amely hozzá fog járulni ahhoz, hogy az elhangzottak szerinti fejlődés még dinamikusabban alakuljon az elkövetkezendő években. A tó térségében az idei nyári turisztikai szezonban is a várakozások felett teljesítettek az ökoturisztikai attrakciók, illetve népszerűnek számítanak elsősorban Abátszalók térségében a vízi és aktív kikapcsolódással járó turisztikai programok is. Emellett a tó teljes vonzás körzetére jellemző, hogy a családbarát rendezvények és pihenési lehetőségek népszerűsége is nő. Ezekkel szorosan összefügg a vendégészakák száma is, ugyanis az idei szezonban a 2017-eshez viszonyítva ez a szám 8-9%-kal nőtt és meghaladta a 300 ezret. Kitűnő szezont zártunk, amely gyenge szezon ahhoz képest, amilyen jövőre lesz. Mert jövőre még jobb lesz, ahogy látjuk a tendenciákat. Az idei év mind vendégészakákat számítva, mind a turizmusból származó bevételeket számítva a tavalyi évet meghaladta. A felmérések szerint folyamatosan nő a külföldről érkező turisták száma a tópartján, akik választásukat elsősorban a térség lakóinak vendégszeretetével, a helyi hagyományokkal, illetve a természet érintetlenségével indokolják. Emellett elsősorban a nyugat-európai vendégek azt is hangsúlyozzák, hogy Magyarország egy biztonságos ország, ahol nyaralásuk és pihenésük idején nem kell erőszakos cselekményektől tartaniuk. Immár 23. alkalommal mutatták be a megye top 50 vállalkozását tartalmazó kiadványt. Az első három helyen nem történt változás. Az élen a Samsung végzett, a képzeletbeli dobogó második fokára az Electrolux, a harmadikra pedig a JÁSZ Plastik Kft. Állhatott fel. Az ünnepségen a hagyományokhoz hűen az év vállalkozása díjakat is átadták. Nem történt változás az élen. A megye legnagyobb értékesítője idén is a Jászberényi Samsung Electronics lett, aki 13,9%-kal növelte nettó árbevételét. A második helyezett az Electrolux hűtőgépgyár lett, csak nem 244 milliárddal. A JÁSZ Plastik 73,4 milliárd forinttal a harmadik helyen végzett. Az első szolnoki cég a top 54. helyén, az Égül Ottava 60,5 milliárd forint nettó árbevétellel. Az évvállalkozása díjakat is átadták. Díjban részesült a Samsung, a Coop Szolnok ZRT, a Bajorfa Kft. És a Jelmezárt Kft. A díjátadón Sziráki András, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke beszámolt arról, hogy a megye összteljesítményének 98,5%-át hat gazdasági ágazat teljesítette. A legjelentősebb a feldolgozóipar teljesítménye 1645 milliárd forinttal. Ezt követi a kereskedelem 363,5 milliárddal, az agrárágazat pedig 115 milliárd forint árbevétellel. Sziráki András azt is elmondta, hogy a megye gazdaságában 2017 az elmúlt 10 év legsikeresebb esztendője volt. 2016-ban 2202 milliárd forint volt az árbevétel, ehhez képest a múlt esztendőben 2387 milliárd forint árbevételt értünk el, ami 8,4%-kal több, mint az előző év. Én azt gondolom, hogy ez megbecsülendő teljesítmény, rendkívül komoly munka van a háttérben, és mindennek 50,8%-át képesek voltunk a fejlett országokba exportálni. Magyarország gazdasága 2010-ben növekedési pályára lépett, mondta Marcinkó Zoltán, a vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. A növekedés idén tovább folytatódik. A jelenlegi adatok alapján 2018 harmadik negyedévében a gazdasági növekedés meghaladja az 5%-ot, míg az unió gazdasága ennek alig felét érte el. Az utolsó negyed év az hagyományosan jó szokott lenni, tehát hogyha figyelembe vesszük a harmadik negyedévi 5%-ot, akkor azt mondhatjuk, hogy az év egészére jó kilátásaink vannak ahhoz, hogy meghaladjuk mind a minisztérium, mind a Magyar Nemzeti Bank, mind pedig a nemzetközi hitelminősítő intézeteknek a becsléseit. A reálbérek növekedése több mint 5,5 éve folyamatos, tette hozzá a helyettes államtitkár. Egy átlag polgár ma 62%-kal keres többet, mint 2010-ben. A foglalkoztatottak száma pedig több mint 4 millió 480 ezer.
Többek között a szakképzett munkaerőben hiányt szenvedő foglalkozások is bemutatkoztak a pályaválasztási kiállítás és szakmai napokon. Idén is számos kiállító intézmény várta az érdeklődő nyolcadikosokat, több mint 30 megyei iskola kínálatát tekinthették meg a diákok. Díszfűrészelnek a faipari szakgimnázium diákjai. Ők így szemléltetik, mit tanulnak iskolájukban. A ruhaipari középiskola lányai pedig bemutatták, milyen ruhák készülnek kezeik alatt. Nagyon tetszik a szakma, mert nem nehéz megtanulni varni. És jó a társaság is, tanárok is aranyosak, és mindenre megtanítanak, amire kell. Odafigyelnek ránk, és nem úgy csak hozzánk vágják, hogy ne ezt csináld meg, hanem oda jönnek és segítenek. A török Szent Miklósi Székáncs diákjai elefántfogkrémet készítenek, és zsírt vonnak ki szalámiból, élelmiszeripari technikusnak tanulnak. A pályaválasztási kiállítás pozitívuma, hogy a középiskolák a hagyományos tájékoztatóknál több információt tudnak átadni az érdeklődőknek, ezzel megkönnyítve a döntést. Sőt, a már ott tanuló diákok is segítenek a nyolcadikosoknak. Van, aki a cukrászat mellett adta le a voksát. Cukrásznak tanulok, és azért ajánlom, mert sok édességet és sok tortát, mindig más süteményeket csinálunk, készítünk. A kiállításra a megye szinte minden pontjáról érkeztek nyolcadikosok, hogy jobban megismerhessék a középiskolák kínálatát. Azért jöttünk ide, hogy nézzünk iskolákat, hogy majd hova szeretnénk majd jönni, tovább tanulni, és engem a sport érdekel. Választottál már iskolát? A Széchenyit választottam. Engem az autószerelés érdekelne úgy, nagy körben. És tudod-e már, melyik iskolába mész? Azt még nem döntöttem el. Az eseményt idén is a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal szervezte. Nagy lépést tett az országunk az elmúlt időszakban abban az irányba, hogy gazdaságilag egy stabil régiót, egy stabil országot teremtsünk a munkaalapú társadalom vonatkozásában. És azt látjuk, hogy ebben a stabilitásban, ebben a fontos pontban kiemelkedő szerepe van a munkaerőnek. Életük legnehezebb és legmeghatározóbb döntés előtt állnak a nyolcadikosok, fogalmazott Piroska Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. A pályaválasztási kiállítás a döntésben is segíthet. Ez a mai rendezvény is pontosan erről szól, hogy nemzetünk, országunk érdekében oly döntést hozzatok, amely fejlődésünket és jövőnket építi, támogatja. A választék igen gazdag. A szakma szigetekben rendezett mintegy 50 kiállító 70 foglalkozást mutat be diákjai segítségével. Három héttel a hivatalos tanévkezdés után tartotta évindító közgyűlését a Jász-Nagykun-Szolnok megyei diák önkormányzat. Az eseményen 12 település 29 intézményének több mint 60 tanulója képviseltette magát. A közgyűlésen beszámoltak egyebek mellett a 2018-2019-es tanév programjairól és terveiről, valamint bemutatták a diák önkormányzat munkáját segítő Központ Ifjúsági Egyesületet is. Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat számára is kiemelkedően fontos a magyar fiatalság jelene és jövője. Mi felelősen gondolkodó családokért és embertársainkért tenni akaró fiatalokban látjuk Jász-Nagykun-Szolnok megye jövőjét, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ti is azt érezzétek, hogy jó ezen a vidéken élni. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Fehér Petra a diák közgyűlés résztvevőit. A megyei közgyűlés alelnöke hozzátette, csak a fiatalokkal együtt és a fiatalok által erősödhet térségünk. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei diák önkormányzat 2016-ban kezdte meg működését, a harmadik és egyben legfiatalabb megyei diák önkormányzatként. Céljuk a megyei gyermek és ifjúsági érdekképviselet, valamint kulturális és sportprogramok szervezése. Ebben a hónapban például mentünk ki iskolákba, bemutattuk, hogy mi is pontosan ez a megyei diák önkormányzat, valamint voltunk múzeumlátogatók,
látogatáson volt egy közös pörköltfőzésünk a stábtagjainkkal, itt csapatot építettünk, valamint különböző feladatokat csináltunk, és ügyességet fejlesztettünk. A megyei diák önkormányzat szakmai, jogi és pénzügyi háttere a Központ Ifjúsági Egyesület. A Központ Ifjúsági Egyesület 2001-ben jött létre Debrecenbe, azóta egy regionális szinten meghatározó ifjúsági egyesület vagyunk. Három megyei diák önkormányzatot, illetve egy városi diák önkormányzatot támogatunk itt az Északalföldi régióba. Alapvetően az egyesület is egy fiatalokból, diák önkormányzat csapatából álló tagokból jött létre. Annó a debreceni városi diák önkormányzatot támogatta ez az egyesület, de azóta annyira kiszélesedett a palettája, a programpalettája, hogy több megyei diák önkormányzat is a mi segítségünkkel működik. Az évindító közgyűlésen beszámoltak a 2018-2019-es tanév programjairól. Már készülnek a megyei sportnapra, mely tavaly is nagy sikert aratott. Emellett szó volt a sok fiatalt érintő Erasmus és önkéntes programról. Az eseményen két új vezetőségi tagot is választottak. A diákok legközelebb márciusban találkoznak, akkor új elnököt is választanak majd. 20 éve alapították. A magyar-kazak együttműködés zászlóvivőjének számít a Karcagon működő konzulátus. A képviselet megnyitásának évfordulóján Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta, a két ország közötti gazdasági forgalom 2010 óta csaknem duplájára nőtt. A kazak és a magyar kormány között köttetett stratégiai partnerség jelentőségét is méltatták Karcagon a tiszteletbeli kazak konzulátus alapításának 20. évfordulóján. Az ünnepségen elhangzott, annak ellenére, hogy 2006-ban az akkori kormány meg akarta szüntetni a képviseletet, a KUN elöljárók fővárosi demonstrációja sikerrel megakadályozta a szándékot. A konzulátus egykori alapításában is fontos szerepet vállaló Varga Mihály pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy 2010 óta Magyarország és Kazasztán között megduplázódott a gazdasági kereskedelmi forgalom. Ma már Kazasztán és Magyarország egymásnak stratégiai partnere. Élénken fejlődnek a kulturális, gazdasági, politikai kapcsolataink. Magyarország részt vesz a türk népek tanácsában is, tehát ott van a helyünk, ahol a gyökereink. A kazak, kipcsák és magyar etnikai kapcsolatra épülő együttműködés nyomán közös projektek indultak el, tavaly pedig hazánk önálló pavilonnal képviseltette magát az Asztanai Világkiállításon. Az ünnepség végén Kazasztán Magyarországra akkreditált nagykövete kitüntetést nyújtott át Horváth László tiszteletbeli konzulnak. Sikeres volt a megye és a Hetényi Géza Kórház erdélyi szűrőhete a Hargita megyei Kányádon. A szolnoki orvosok és egészségügyi szakemberek önként vállalt munkája több száz erdélyi magyar ember egészség megőrzésének záloga. Az Udvarhely térségi településnek valóban hasznos. Hargita megye azon térségéről lévén szó, ahol a legtöbb kis település van szétszórtan, egy ilyen lehetőséggel közelebb kerültek a lakók az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Szólt a híradás a Hargita TV műsorán, 7 falu alkotta Kányádi községben rendezett szűrőprogramról. Jász nagykonszolnok és Hargita megye testvér kapcsolatának része a szűrőhét. Az egy hét alatt több mint 2000 vizsgálatot végeztek el a kollégák, több százan jelentek meg a vizsgálatokra. Gyakorlatilag Hargita megyében Kányád község, illetve a hozzátartozó kisebb településeknek a lakosságát szűrtük, és egészen messziről is eljöttek a szűrésekre. A Kányádi Közösségi Házban és a házi orvosi rendelőben végezték a vizsgálatokat. A szív- és érrendszeri, bőrgyógyászati, fülorgégészeti, fogászati, belgyógyászati és gyermekgyógyászati vizsgálatok előtt hosszú sorok álltak, még csecsemőt is vittek. A község 7 falvában, Abrán falván, Égén, Homorót Szent Lászlón, Jász falván, Miklós falván, Székelypeteken és Székelydáján szájról szájra terjedt a szűrés híre. Több problémás esetet is felfedeztek a szolnoki szakemberek. 8 darab bőrrákos, bőrrák gyanús esetet szűrtek ki, akiket mindenképpen tovább kellett vizsgálni, vagy eltávolítást javasoltak, de nagyon szép számmal szűrtek ki magas vérnyomást, illetve cukorbetegséget is, ezek voltak a jellemzőek. Fogászati és fülorgégészeti utókezelések is szükségesek majd sokaknál, nem véletlenül. A székely ember az nem szeret az orvoshoz járni, mert azt gondolja, ha elmegy, akkor biztos van valami baja, vagy ha nem, nincs, eddig nem volt, akkor valamit felfedeznek.
Úgyhogy ennek megfelelően azt kell mondani, hogy bizonyos esetekben azért elég elhanyagolt állapotban jöttek a szűrővizsgálatokra. A felnőttek és a gyermekek mozgásszervi szűrésének része volt a gyógytornász szaktanácsadás is. A gyógytornának nagyon nagy sikere volt. Valamennyi paciens esetében elindították a szükséges további vizsgálatokat, esetleg kórházi kezeléseket. Itthon sem maradnak a rászorulók ellátás nélkül. Jászágon folytatódott a megyei egészségügyi szűrőprogram. Az 1000 fő alatti kis településeken helyben végez egészségügyi szűrést a Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet. Az egészségmegőrző program sorozat 2009-ben indult. A 2000 főnél kisebb lélekszámú megyei falvakban valósítja meg közös egészségügyi szűrőprogramját a Jász-Nagykunszolnok megyei önkormányzat és a megyei Hetényi Géza Kórház rendelőintézete. Szűk egy évtized alatt minden megyei kistelepülésre eljutott a program. Idén ősszel térségünk legkisebb, 1000 főnél kevesebb lakosú falvaiban kezdődött újra a szűrés. Örültem a lehetőségnek, hogy ilyen kis településen házhoz jönnek a szakemberek, és hát nyilván biztatok mindenkit, hogy jöjjön el. Szív- és érrendszeri, szemészeti, bőrgyógyászati vizsgálatokat végeztek, volt vércukorszintmérés, látásvizsgálat, vagy épp légzésfunkcióvizsgálat. Az újraindított program harmadik állomása volt idén ősszel Jászágó. A szűrőprogram kezdete óta a megyei önkormányzat 48 millió forintot fordított annak megvalósítására. Idén 1 millió forint állt a szervezők rendelkezésére. Mind a visszajelzések, mind a tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy szükség van a szűrőprogramra. Az a célunk, hogy egészséget nyújtsunk, és nem biztos, hogy a betegséget kell gyógyítani minden esetben, hanem arra kell törekedni, hogy egészségesek maradjunk. Ennek nagyon sok szintere van, nyilván az elsődleges prevenció, ahogy élünk, ahogy az életünket megtervezzük a mozgással, az étkezéssel és a hozzá kapcsolódó nagyon szoros odafigyeléssel, illetve ott van a következő lépés, az pedig az, hogy a szűrővizsgálatokon részt vegyünk. A főigazgató később hozzátette, hogy a szűrésekkel szeretnének ismét megjelenni a megye összes kistelepülésén. A házi orvosokkal együttműködve ösztönözni kívánják, hogy meghatározott életkor felett az érintettek legalább évente egyszer megjelenjenek szűrővizsgálatokon. 26-szor is rúgták a labdát, megyénk polgármesterei, képviselői, jegyzői és hivatali alkalmazottai nem csak a munkájukban, a futballpályán is megállják a helyüket. A polgármesteri labdarúgó tornán a Jászok és a Kunok csaptak össze. Ma már nem riválisok, sőt a mindennapi életben is együtt dolgoznak, a futballpályán azonban kemény ellenfelekké váltak. A 26. megyei települési polgármesterek labdarúgó tornáján az egyik térfélen a Jászok, míg a másik oldalon a Kunok kergették a labdát. Ma már hagyomány, hogy évről évre találkoznak a polgármesterek. Idén ezt Kunszentmártonban tették. Nagyon örülünk, hogy 2017-ben átadtuk a műfűves sportpályát, amin most a labdarúgó mérkőzés fog lezajlódni, illetve az általános iskolában most indul majd a kosárlabda utánképzés, és a Kunszentmártoni tornaegyletnek is a TAU támogatáson keresztül igyekszünk a Molnár Lajos sporttelepét fejleszteni, tehát mindenfajta lehetőséget megteremtünk arra, hogy az utánpótlás nevelés, a tömegsport és ugye az iskolai sport is fejlődjön. Boldog István ma már országgyűlési képviselőként áll be a csapatba. 1996 óta minden alkalommal focizott. Ez egy komoly dolog, amikor fölmegyünk a pályára, ott már ellenfelek vagyunk, és ugye a Jászok is, meg a Kunok is szeretnének nyerni, tehát innestől kezdve ott éles lesz a dolog, aztán majd persze, amikor vége lesz, és a banketten leülünk, akkor már minden úgymond versengés elmúlik. Egy szerintem komoly sportértéke van, és egy példamutató értéke is, hiszen Magyarországon ma elég sok pénzt áldozunk a sportra, és én azt gondolom, hogy egyre többet és többet kell áldoznunk, mert a sportra áldozott forintok, azok bizony az egészségügyben duplán, triplán látszanak meg. A mérkőzés amennyire csak lehetett, mindenki komolyan vette. Az első gól is sem kellett sokáig várni. A Jászok találtak először a kapuba. Varga Feri bácsi és Molnár Ferenc János Hida egykori polgármestere alapítói voltak a tornasorozatnak. Nem véletlen, hogy János Hida jelenlegi vezetője vállalta magára, hogy évről évre összeállítja a csapatkeretet. Az elmúlt 3 hétben megtapasztaltam, hogy ez egyre nehezebb. Sajnos, hogy ennek mi az oka talán a kollégáknak is, hogy kevésbé elkötelezettek a futballal kapcsolatban, régebben fontosabb volt, jobban beleékelődött mindenkinek a mindennapi életében, meg az önkormányzatok életében a futball.
Ma már az a nagy baj, hogy a megyében is a 78 településből, ha jól tudom, talán 45-46 településen van egyáltalán sportegyesület. Mindezek ellenére elmondható, hogy megyénk sportos megye. A megyei önkormányzat támogatja ebben a településeket. Sportos megye vagyunk, a szereplők is sportosak, hiszen ha körbenézünk, akkor jól látható, hogy 40-50 és még a fölötti játékosok is vannak. Rendkívül megfelelő arra a célra ez a rendezvény, hogy kapcsolatot ápoljunk és tartsunk, hiszen a megye különböző végeibe akár több mint 100 kilométerre is vagyunk egymástól. A 26. labdarúgó torna jó hangulatban baráti beszélgetéssel ért véget, így elmondhatjuk, hogy idén is csak nyertese volt a találkozónak. Még mindig labdarúgás. Szoros kiegyenlített párharcban 1-0-ás vereséget szenvedett Tiszaföldváron az országgyűlés labdarúgó válogatottja. A jótékonysági labdarúgó mérkőzésen a politikusok enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekekkel játszottak annak érdekében, hogy támogatásokat gyűjtsenek a Révai György gyermekotthon és kollégium korszerűsítésére. Az intézményben a tornatermet és az öltözőket szeretnék felújítani. A kabalacipőmet is felveszem. Minden trükköt bevetett Hupp Krisztián annak érdekében, hogy gólt szerezzen az országgyűlés labdarúgó válogatottja elleni meccsén. A kabalacipőre szükség is volt, mert pár hete épült fel egy sportsérülésből. Elég kúzós, mert már rég értettem, hogy eltört a lábam egy-kétszer. Most nemrég álltam be megint focizni, most már egyre jobban bírom. A jótékonysági labdarúgó mérkőzésen adományokat gyűjtöttek a Révai György gyermekotthon és kollégium korszerűsítésére. A parlamenti válogatott az iskola tanulóinak csapatával, valamint Jász-Nagykun Szolnok megye közéleti válogatottjával körmérkőzéseken döntötte el az első hely sorsát. Az zuhányzót már nagyjából elkészítettük, de még a bojlerre is ráférne egy csere. Jól jön a segítség, mert a mintegy 150 éves épületben nagy szükség van a korszerűsítésre, ugyanis a tornaterem mellett az öltözők, illetve a nyílászárók, a vizes blokkok és a burkolatok is elhasználódtak. Nagyon szeretnénk a tornatermet és az ő körülvevő infrastruktúrát felújítani. Nagyon nagy szükség van a vizes blokkok felújítására, de sportszerek beszerzésére és a gyerekeink versenyre való eljutásában is óriási segítség lesz ez a befolyt összeg. Az intézményben jelenleg 170 enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek tanul, akik elsősorban a sportban tudnak kiteljesedni. Az iskolában a labdarúgás számít a legnépszerűbb sportágnak, ezért 3 éve már épértelmű, hivatásos partnerjátékosok is segítik a diákokat a pályán. Nagyon fontos az, hogy mi magunk is példát mutassunk, akár így, úgy, mint itt is jótékonysági labdarúgó mérkőzésekkel, akár csak azzal, hogy elmegyünk egy-egy faluba és focizunk az ottani helyi fiatalok ellen, példát mutatva azzal, hogy igenis a parlamenti képviselők nem csak beszélnek arról, hogy sportolni kell, hanem maguk is sportolnak. A korszerűsítéssel lehetőség nyílik a megkezdett munka folytatására és a magas szakmai háttér biztosítására, ugyanis az iskola évek óta kiemelkedő eredményeket ér el a hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt, így az országgyűlés válogatottja is fontosnak tartotta támogatását. Mi is csak emberek vagyunk, és az emberek maguk közül választanak ki bennünket, ezért nekünk pontosan ugyanolyan fontos az, hogy ha tudunk segíteni, nekünk ugyanolyan örömet okoz, mint bármelyik más normális, józan gondolkodású embernek, és ezért vállalkoztunk erre nagy örömmel. A feszes tempójú, rendkívül szoros mérkőzésen végül 1-0-ra a tiszaföldvári csapatjátékosai győztek. Kedves nézőink, ennyi fért a megyei tükörbe. Reméljük, hasznosan töltötték velünk az elmúlt szűk fél órát. Következő adásunkig keressék friss hírekért a megyei önkormányzat honlapját a www.jnsm.hu címen. Már a készítő Szolnok Televízió valamennyi munkatársa nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!